Sirocco uso 6 éves Rottweiler, mindenütött mi Sirocco uso 6 éves Rottweiler kant, saját tenyésztésű 5. generációs kutyán. Szeretnénk demonstrálni rajta, hogy milyennek képzeljük, mi áll az ideális Rottweiler típusát. Pont ilyennek, ahogy kinéz, mérete, rajzolata, ideális testfelépítéssel, a testtájak harmóniája, amiről a standard ír, a lábállások, a fejforma, a fültartás, a szemszín, ezek mind a fajta, külső fajta jegyei, amit csak egy gyakorlott szem tud igazán megítélni, hogy az a kutya a standardnek megfelelő. Úzóval megpróbálunk alapvető fegyelmezett gyakorlatokat bemutatni. Kezdetben úgy érzékeltem a munka közben, hogy nem elég motivált a kutya, ezért egy motivációs tárgyat hívtam segítségül. Ennek volt ugyan egy veszélye, hogy túl pörög a kutya, ezért a hangom sokkal határozottabb és utasítóbb volt. Legalábbis próbáltam ezt tenni, hogy a kutya figyelmesen, koncentráltan az én irányításom alatt dolgozzon. Ez a motivációs tárgy volt a motiváció és a jutalom is a végén, amit mivel nem gyakoroltunk elég intenzíven, ezért nem sikerült eresztetni vele. Egy lazos szembetámadás gyakorlat következik. A kutya azonnal határozottan fogja a segédet, megállítja és jutalomból megkapja a csibészkart. Fürkészés gyakorlatból a palánkban felugatás gyakorlat következik. A kutya jelzi a segédet, nem foghatja meg, előbb jelezni kell, és a segéd támadó mozdulatára háríthat csak. Nagyon pici őrzővédő gyakorlatokat mutattunk be a kutyával, egy szembetámadás elhárítása, ahol a kutyának a vezető vezényszavára azonnal hárítani kell, tiszta biztos fogással a támadást. A kutya nincs tréningben, ezért nem mutattunk eresztés gyakorlatot, de ő megkapta a tréningben szokásos jutalmát, a csibészkart, mert nem ember elleni támadásra tanítjuk az őrzővédő munkában a kutyát, hanem egy küzdelemre tanítjuk a zsákmányért. Természetesen ez a kutya élesben is tudna dolgozni, de nem ez a cél az őrzővédő munkánál, csak az ösztönös képességeit mérjük fel ilyenkor. Erre, hogy mennyire nem dolgozhat a kutya élesben, egy remek gyakorlat, hogy amikor egy rejtőzködő szemét a kutya, amikor megtalál, akkor nem azonnal megharapja, hanem jelzi a vezetőjének, hogy ott valaki van, számára egy ismeretlen alak, aki fenyegető testtartással áll. A Rottweiler fajta standard nagyon határozottan leírja a Rottweiler jellemét. Határozott, erős, őrzővédő, jó ösztönkészletű kutyának képzeli el, amelyik magabiztos, bátor, és a szituációkban mindig a gazda védelmére kell, függetlenül attól, hogy ez a támadás ránézve veszélyese. Ezért a tenyésztésben erre különösen hangsúlyt kell fektetni, és ezért tanítjuk, készülünk vizsgákra a kutyával, vagy
ezeket a szituációkat, gyakorlatokat mutatjuk. Be tudjuk mutatni, hogy a kutya nem csak külsőleg, de belsőleg is egy egészséges kutyát takar, ami fizikálisan is egészséges, és szellemileg is egészséges. A kutyának a standard szerint úgy kell kinézni, ahogy egy ideális munkakutyát elképzelünk. Tehát nem lehet a Rottweilert szétválasztani kiállítás és munkakutyára, mert az ő külleme úgy van leírva, ami azt a munkát, amit ő neki végezni kell, azzal a testfelépítéssel, azzal az alkattal tudja a legjobban elvégezni. Ezért van az, hogy erős, nagy kutya széles mellkassal, hogy a tüdeje tehát legyen, hogy a munkához legyen, tehát a szíve, a tüdő, minden azt a munkát bírja. A testtájak harmóniája kell, mert nem csak ezeket a gyakorlatokat csinálja, hanem akadályt is ugrik, ahol egy egészséges, ízületű anatómiai váz kell ahhoz, hogy ezt sérülésmentesen, fájdalommentesen meg tudja csinálni. Természetesen, mint minden nagy testű kutyának, fokozottan a test felépítésére, tehát az ízületek, a csontok stabilságára, erősségére figyelni kell, a csípőizületi diszpláziára, ami gyakorlatilag egy városi betegség, kutyabetegség, tehát nagyon sok fajtát érint, de nem csak a Rottweiler. De erre fokozatosan figyelünk. De speciális Rottweiler betegség, bár a csípőizületi diszpláziát szokták mondani, de nem hiszem, hogy ez így kifejezetten jellemző lenne, mint a fajtára.